Már az ókori Rómából is maradtak fent olyan dokumentumok, melyek korabeli allergiás megbetegedésekre utaltak, azonban ez akkor nem volt annyira aktuális probléma, mint napjainkban. Magyarországon az utóbbi években már szinte négy betegségé vált az allergia. Erről dr. Csajbók Valéria beszélt 35 perc című műsorunkban. Az allergológus elmondta, ma Magyarországon alig van olyan család, ahol legalább egy ember ne szenvedne a tünetektől. Ha egyik szülő szenved, akkor 30 ha mindkét szülő, akkor 60 százalék esélye van az gyereknek, hogy allergiás megbetegedésben szenved. Tehát a betegség mint egy újra termelő önmagát. A másik tényező, ugye az urbanizáció, az egyre több gényke élelmiszer megjelenése, az egyre több levegőszennyezettség mind-mind az allergiás megbetegedések kialakulásához vezet. Az allergiás reakciók során nem alul működik az immunrendszer, hanem éppen ellenkezőleg túl működik, hevesen reagál bizonyos allergénekre. Megbetegedésről akkor van szó, amikor a test az allergénekre különböző, jobbára kellemetlen tüneteket reagál. Az allergia, a léguti a légúti allergiáról beszélünk, az orfolyás, tűszögés, szemviszketés, könnyezés, ordugulás, szemhéj, dúzanat, tehát ezeket a tüneteket ismerjük. Mivel a korai pollen szezon még a náthás időszakkal egybeesik, tehát még vannak valóban náthás betegek, akkor el kell tudnunk különíteni, hogy banális nátháról vagy allergiás nátháról van szó. Abban az esetben kell gyanakodnunk, hogyha a környezetünkben mondjuk már nincsen ilyen sok tűzszögős, orfolyós beteg, tehát a nátha szezon lezajlik, illetve ha minden évben ugyanabban az időszakban jelent Dr. Csajbók Valéria elmondta, ha valaki allergiára gyanakszik, bejelentkezhet egy allergológiai szakrendelésre, ahol allergia esetén a megfelelő módszerekkel be tudják határolni a betegség okát, és megkezdhetik a kezelést, de egészséges életmóddal akár el is kerülhető a megbetegedés.